Kihívás a kar továbbfejlődése szempontjából az, hogy hogyan tudjuk az infrastruktúrát fejleszteni, hogyan tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy újabb oktatási elképzelések megvalósulhassanak. És ezen beszélgetés során alakult ki az a gondolat, hogy a EVA gyógyszer gyárról egy szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki annak a mintájára, ami már az egyetemen más karok esetében megvalósult, és szerencsére Hegedűs Lajos vezérigazgató úr fogadóképes volt erre az elképzelésre, és ennek a realizálása történt meg, és ezt ünnepeljük ma. Mindenképpen példamutató, és úgy gondolom, hogy azok a hallgatók, akik az élet közelbe kerülnek azzal, hogy egy az ipar által fenntartott tanszék életében munkájába vehetnek részt, azok egy hatalmas lehetőséget kapnak arra, hogy mindazt, amit tanultak a úgymond iskolapadban az előadások és a gyakorlatok során, azt rögtön kipróbálhassák a gyakorlatban, és biztos vagyok benne, hogy az iparvállalat, amelyik ezt lehetővé teszi, az is komoly ötletekre, előnyökre számít azzal, hogy hát akkor nézzük meg, hogy a valóság mit kíván meg, az elméleti tanulás, a tanulmányoknak az eredménye a valóságban milyen új ötleteknek a kidolgozásához vezethet. És abban is biztos vagyok, hogy azok a gyárban dolgozó kutatók, termelésben résztvevő mérnökök bekapcsolása az egyetemi oktatásban, az az ő számukra is nagyon jó. Mesterem Szent Ágota János emlegette többször is, hogy az a kisagyi ábra, amelyik aztán rengeteg helyen megjelent, hogy tulajdonképpen hogy is mennek ott a különböző idegrostok, és annak aztán mi lesz Kátalás Serkentés vonatkozásában az eredménye, az egy tantermi előadásra jutott eszébe, amikor már nem tudom, olyanszor felrajzolta a táblára a dolgokat, és akkor egyszer csak jött az ötlet, hogy hó, hát ez nem lehet másképp, csak így. A mai európai gyógyszerész képzésben a hallgatók kizárólag elméleti szinten hallhatnak néhány előadást ebben a témában, mert a gyógyszerész képzés elsősorban nem az ipari technológiák megismertetésére koncentrál. Az európai szabályok, főleg a patikai gyakorlatot írják elő, és csak nagyon kevés lehetőséget engednek meg az iparban történő gyakorlati képzésre, ez egészen korábban 2 hét, aztán a 3. hét után maximálisan az 5 év. Ugyanakkor Európában, így Magyarországon is az ipar szakember igénye erős mértékben nő, hiszen az iparban nagy számban gyógyszerészek dolgoznak a kutatásfejlesztésben, termelésben, minőségbiztosításban, törzskönyvezésben és még sok más területen is, ahol szükség van a gyógyszerészi tudásra. Ezt a hiányterületet és lehetőséget ismerte fel a Debreceni Egyetem és a Deva gyógyszergyár vezetősége, és együtt kidolgoztuk az ipari gyógyszergyártás tananyagának tematikáját. Számunkra az életem számára is megtiszteltető tés az, hogy a Devával egy ilyen kapcsolat, így bővül a kapcsolatrendszerünk, hiszen ha visszaemlékeznek rá, pár hónapban az előtti stratégiai együttműködést írtunk alá, és hát voltak előzménye is, és ezek pedig az újabb eredményei ennek az együttműködésnek. A másik dolog az, hogy én gondolom, hogy minden szereplő számára ez egy nagyon előnyös lehetőség, hiszen ahogy vezérigazgató úr elmondta, a hallgatóink a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg a tanában. Számunkra előnyös ez, mert valóban mi gondolom, hogy versenyképes diplomát tudunk kiadni. Azt gondolom a TEVA számára is előnyös ez, hiszen a munkaerő piacon valamilyen értelemben előnybe hozza őket ez a TEVA-t, ez a dolog. És hát azt gondolom, hogy a hallgatók számára is előnyös, hiszen felkészülten tudnak kimenni az iparba. Thank you.